sok szeretettel köszöntelek titeket. Kicsit szokatlan most ez a videó formátum, de igazából kettő apropója van, hogy ezt most miért így csinálom, illetve miért így csinálom. Ezt a kettő apropót nem sokára még részletesebben ecsetelem, viszont itt vagyunk kint a Városligetben. Ez a kedvenc parkom, igazándiból itt lakom nem messze. Ez köti össze a 7. és 14. kerületet Budapesten. Itt van mögöttem a Vajdahunyadvára is. Jelenleg ilyen vihar utáni csend van, most esett az eső, szóval nagyon friss illat van. Azon gondolkodtam, hogy 1800-as évek közepén kezdték el parkosítani ezt a helyet, vagy hát konkrétan lekerítve parkosítani. Akkor még egy ilyen királyi vadkert volt gyakorlatilag, és azon gondolkodtam, hogy milyen lehetett, amikor itt őzek meg vaddisznók szaladgáltak. Hát most ugye rengeteg embernek köszönhetően szerintem ez nem igazán valósulhatna meg még egyszer. Nem tudom elképzelni, hogy itt szaladgálnak a vadak. Az egyik dolog, amiről akartam beszélni veletek, hogy 10.000 feliratkozója van a harmadik űr csatornának, 10.000 személy képzi a közösségét a harmadik űrnek, aminek elképesztően örülök. 2 éve csinálom ezt a videózást ezen a csatornán, és én nem gondoltam volna, hogy ennyi embert érdekelni fog ez a speciális téma. Ennek nagyon örülök érthető okokból, viszont felelősséget is érzek egyébként ezzel kapcsolatban. Tehát nem gondolom azt, hogy bármiféle információt megengedhetek csak úgy kiengedni a kezeim közül, anélkül, hogy azt ne ellenőrizném több lépésben. Na most ez volt az első, második igazániból meg ehhez köthető, tehát szeretnék kicsit bemutatkozni így nektek, pontosan mit csinálok, ki vagyok én. Én Budapesten élek, több érdeklődési köröm van igazániból, ez az egyik legfőbb, hanem legfőbb szellemtörténeti, kulturális, antropológiai, teológiai, filozófiai aspektusa a dolgoknak. Gondoltam, hogy erről beszélek egy kicsit, hogy ez hogy is jött nekem, illetve azt is el akarom mondani, hogy nekem nem ez a fő állásom, tehát én nem ezt csinálom, én nem ezzel foglalkozom, az időm nagy részét nem ezt teszi ki. Ezért is szoktam mondani egyébként a videók elején, hogy én nem vagyok kutató, nem vagyok akadémikus, mindennek fejében, bármennyire is belemerülök a témákba, én egy amatőr vagyok, ez nagyon fontos információ. Azért ezzel kapcsolatban, illetve hogy megítéljétek, tehát nincsen egyébként tudományos minősítésem se filozófiai, se teológiai, se kulturális, antropológiai, se semmilyen ehhez hasonló témában, disziplinában. Az elmúlt 1-1.5 évben viszont felütötte a fejét egy új jelenség. Több olyan YouTube csatorna is létrejött, illetve több olyan YouTube csatorna is ontja magából a videókat és a különböző anyagokat, amik hasonló témával foglalkoznak, mint én, tehát filozófiai töltetű vallástudomány, illetve vallásfilozófiai, esetleg belebocsátkoznak antropológiai témákba is. Viszont fontos látnotok, hogy most már egyértelmű, hogy az AI nagyon-nagyon súlyosan átveszi rengeteg szakterületnek gyakorlatilag azokat az erőforrásokat szabadítja föl, amelyek igazániból az emberi részét leginkább igénylik. Tehát ezt most mondom úgy, hogy én amikor legelőször találkoztam az AI-jal, akkor én nagyon megörültem neki, hogy fú, de jó, az én kutatási területeimnek az idő és energia befektetésnek a legnagyobb részét, akkor ezt ki tudom váltani. Ki tudom váltani úgy, hogy az AI-jal megíratom, az AI-jal felmondatom, tehát kvázi megíratom, narráltatom, és még akár meg is vágom gyakorlatilag magát az egész anyagot. Nem kellett nagyon sok idő egyébként, hogy lássam, hogy ez nem túl életszerű. Illetve ezzel kapcsolatban azért meg akarok veletek osztani egy tapasztalatot. Ha valaki az AI-t használja, akkor az ilyen nagyon alapvető hétköznapi dolgok kapcsolatban lehet, hogy hatalmas segítséget tud nyújtani. Viszont ha van egy adott kutatási terület, ahol speciális információkra van szükség, és vonatkozásaiban kell látni mondjuk egy anyagnak az adott állításait. Tehát nem feltétlen igaz valami csak azért, mert minden jel arra mutat. Nem feltétlen hamis valami csak azért, mert egy csomó minden cáfolja. Látszólag. Tehát, hogyha így összefüggéseiben akarjuk látni az egészet, akkor az AI gyakorlatilag a kutató munkát nem tudja kiváltani. Segíteni valamelyest tudhatja szerintem, de én azt nagyon nem tartom jó ötletnek, és mondom még egyszer, tehát a tapasztalatom ez, hogy nem tudja kiváltani a kutató munkát teljes egészében. Biztos vagyok benne, hogy a kreatív részét mondjuk egy videószerkesztésnek azt ki tudja váltani nem sokára, viszont azok a videósok, akik még egyszer mondom, vallástudományi, filozófiai, vallásfilozófiai, antropológiai témákban tesznek fel anyagot. Hát nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, és most nem bífelni szeretnék, meg rentelni, meg ilyesmi, nem tudom milyen szavakat szoktok erre használni, kifejezéseket, de hát ez kritikán aluli. Tehát én, és most nem értékítéletből mondom ezt, meg ne lássatok emögé semmit, de én azért van, hogy hónapokat eltöltök egy adott kutatási
területnek az átrágásával, vagy a kutatásával egész konkrétan. Használom a Google Scholars-t, az akadémia.edu-t. Az egyik legnagyobb erőforrást igénylő feladat az az, hogy megtalálja az ember, a kutató a hiteles információkat. Ha betápláljuk az AI-ba, mindegy, hogy ChatGPT, Bing AI, vagy nem tudom, már egyébként rengeteg ilyen fajta segédeszköz található, aminek egyébként szerintem azért félig meddig azonos az adatbázisa, vagy nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik, én nem értek el nagyon ehhez. Viszont használtam, meg használom egyébként most is, csak nem ilyen módon. Pont ebből kifolyólag, hogy kutatásra nem lehet használni kizárólagos eszközként az AI-t. Vagy lehet, látjátok, tehát rengeteg ilyen YouTube csatorna van, de nem érdemes. Az meg egy másik kérdés, hogyha rossz információt hallunk, vagy rossz információ szalad át az elménkben, ez valamilyen módon, valamilyen szinten belénk ivódik. Nagyon fontos az, hogy hiteles forrásból szerzett, hiteles forrásokból összerakott anyagot nézzünk, hallgassunk, mert nagyon nem mindegy, főleg ennyire fontos témákban, mint szerintem elég fontos téma mondjuk a filozófia és mondjuk a vallásfilozófia, illetve a kulturális antropológia meg a szellemtörténeti aspektus, mert hogyha nem valós dolgokról, hazugságokról, vagy esetleg propagandáról, és most nem politikai propagandáról beszélek, hanem egyszerűen csak egy eszmének az előtérbe helyezéséről, vagy ferdítéséről, vagy más információk ferdítéséről, ami egy bizonyos eszmét előrébb tol, vagy validáltat látszólag, akkor vigyáznunk kell, mert tudni kell, hogy a kognitív gondolkodási elv pszichológiailag az embernél az ezeken alapul. Tehát a kognitív torzítások, a mindennapok megkönnyítésére szolgál, viszont félre is vezethet minket. Most ebben nem akarok belemenni, hogy milyen kognitív torzítások vannak, meg milyennek a pontos mechanizmusa, de a lényeg az, ezt kell megegyezni, hogy kérlek, figyeljetek oda, hogy milyen forrásból szereztek információt. Mert nagyon nem mindegy, hogy mit hallotok, mit engedtek be az elmétekbe. És arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban azért a filozófia történetet egy picit lapozzuk föl. Tehát honnan is ered, illetve milyen korszakokra osztható föl a filozófia, mi is ez a filozófia igazániból? A filozófia történet gyakorlatilag két nagy időszakból áll. Nem nagy túlzás, hogyha azt mondom, hogy Szókratész ennek a központja. Tehát a filozófia nullpont, vagy a filozófiai referenciapont az úgymond Szókratész. A preszókratikus filozófia az a Szókratész előtti filozófia, történetre utal, illetve azokra a filozófiai szerkezetekre, a szókratikus filozófia pedig a Szókratész utáni filozófiára utal. Na most Szókratésznek köszönhetjük a filozófiai kritikus szemléletet. Filozófiai kritikus szemlélet annyit tesz, hogy egy metaforával élve mondjuk van a kezünkben egy információ, nyilván a kezünkben nem lett információ, ezért mondom, hogy metafora, viszont van egy információ, ami itt van velünk. Meg kell vizsgálnunk, és ez a kritikus szemlélet, hogy ez az információ beleillik-e abba, ami körülvesz minket. Tehát azokban a rendszerekbe beleillik egy adott információ, amit mi megkaptunk, vagy esetleg belülünk jön. A kritikus gondolkodás a filozófiában gyakorlatilag ezt csinálja, tehát mint egy puzzle-t teríti ki a valóságot az asztalra, és megnézi, hogy a bizonyos puzzle elemek, mint igazságok adekváltak-e, tehát beleillenek-e az adott puzzle képbe, vagy nem tudom azt, hogy mondják máshogy, vagy pedig nem illik bele, és akkor az információ inadekvát lesz. Tehát nagyon fontos, hogy Szókratésztől számítjuk az ilyesfajta filozófiai kritikus gondolkodást, megkérdőjelezni az információk hitelességét, adekvátságát. Ez a szókratikus gondolkodás. Utána ugye az ő közvetlen tanítványa volt Platón. Platón mimézis teóriája, formák világa, az ideák leképződése és a, hát ugye említett mimézis, tehát hogy maga az egész valóság gyakorlatilag ezeknek az örök ideáknak a leképződése és utánzása gyakorlatilag. Ez egy picit kiegészíti és metafizikai köntösbe ülteti át azt, amit előtte Szókratész gondolt. Itt válik el, hogy mi a valóság és az igazság. A valóságnak a részét egyébként pont, hogy Platón tanítványa, Arisztotelész az, aki a lehető legjobban definiálta, és ezt a definíciót etimológiailag is majd ki fogom fejteni pontosan, mit jelent, mert nagyon fontos, definíció, infiníció. Na most a definiálása a valóságnak a logika. A definíció, a finíció ugye végtelent jelent, tehát a de prefixum pedig fosztóképző, tehát a véglegessé tevés gyakorlatilag a definíció lényege, a valóság megértése pedig az arisztotelészi logikával lehetséges. Tehát ahhoz, hogy a valóságot fel tudjuk térképezni, szükségünk van egy eszközre, mégpedig a logikára. A logika viszont három fő elvel működik.
Az első elv az matematikailag úgy hangzik, hogy A egyenlő A-val. Ez az azonosság elve. Tehát ha van valami, mondjuk egy asztal, akkor az asztal az egyenlő az asztallal. Az asztal azért asztal, mert asztal. Gyakorlatilag ez az első logikai érv. A második, az az A nem lehet egyenlő a nem A-val. Tehát gyakorlatilag ez az elkülönbözés elv, vagy nem tudom pontosan, hogy mondják, az én megfogalmazásom szerint az elkülönbözés, hogy minden, ami asztal, az nem lehet szék, minden, ami asztal, az nem lehet polc, minden, ami asztal, az nem lehet fa, így tovább és így tovább, tehát gyakorlatilag az adott objektumoknak, vagy igazságoknak, úgyis nevezhetjük bárhogy az at, definiálhatjuk bárhogy az at, az mindig egy adott ideához kapcsolódik. És ugye ezt gondolta tovább gyakorlatilag Arisztotelész, a platóni mimézis teóriát így ültette át, definiálta gyakorlatilag a valóságot. Itt nem beszélünk igazságról, itt valóságról beszélünk. Csak a valóságot tudjuk definiálni. Minden, ami ezen túl megy, azt a definícióval a végtelent gyakorlatilag véglegessé tesszük. És a logika gyakorlatilag itt bukfencezik egy nagyot. Hogy a logika csak a véges dolgokat tudja értelmezni. Ez a három arisztotelészi logikai év gyakorlatilag csak a végletes valóságot tudja felfogni. Ja, és ugye a harmadikat nem mondtam, tehát hogy az első az A egyenlő A-val, a második az A nem lehet egyenlő nem A-val, és a harmadik, hogy az A vagy A, vagy nem A. Ez pedig a harmadik lehetőség a kizárása gyakorlatilag. Ez a lehetőség pedig gyakorlatilag arra mutat rá, hogy ha valamit definiálunk, akkor a definíciónak azonosnak kell maradnia. Na most itt van a probléma. Hogyha Tészeusz hajójának az allegóriáját nézzük, és a folytonosság filozófiáját, ugye Tészeusz hajójának az allegóriája arról szól, hogy metaforája mindegy igazániból, ez egy kicsit kiterjedt a metafora, ezért én allegórikusan beszélek róla, vagy allegórikusan is kell egyébként értelmezni. Ha Tészeusz hajóját ide kitesszük mondjuk a Városligetbe, hát telik múlik az idő. És a hajónak bizonyos elemei egy idő után restaurálásra fognak szorulni, aztán, mikor már nem lehet restaurálni, akkor rekonstruálni kell majd egy idő után bizonyos elemeit. Tehát nem egyszerre az egész hajót, hanem bizonyos elemeit. Na most, mennyi idő után fogjuk azt mondani, hány elem kicserélése után fogjuk azt mondani, egy hajó esetében mondjuk, hogy az már nem ugyanaz a hajó. Tételezzük fel, hogy mondjuk eltelik 100 000 év, és addig mondjuk fennmarad ez a rendszernek, itt a Városliget is, meg a hajó is. De olyan módon marad fenn a hajó, hogy folyamatosan cserélgetjük gyakorlatilag az elemeit, az alkatrészeit. Akkor 100 000 év múlva az még mindig Tészeusz hajója? Segítek, egyetlen egy molekula sem lesz ugyanaz, mint 100 000 évvel azelőtt. Na most, mi emberek ugyanazok vagyunk, ha bár 7 évente mondjuk teljes sejtmegújuláson esünk át? Most mindegy, hogy 7 évente vagy hány évente egy bizonyos időközönként ez megtörténik, viszont mikor mondhatjuk azt, hogy én már nem én vagyok? Hogy elég sejtem cserélődött-e már ki? Hogy azt tudjam mondani, hogy hát ez már nem is ugyanaz a test, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Pedig a valóság egyébként ez. Szóval az arisztotelészi logika egyébként az, amit a mai napig használunk. Sőt, Arisztotelész egyébként az, aki a modern természettudomány atya. Pont egyébként a logikai terminusaival, ezekkel az érvekkel, argumentumokkal, ezzel a hárommal, ami logikailag, emberi logikailag képes valamelyes leírni gyakorlatilag a világunkat, a valóságunkat. Viszont azt is kell látni, hogy egyetlen egy elemnek, egyetlen egy komponensnek a hozzáadásával, az idő hozzáadásával, az elmúlás hozzáadásával gyakorlatilag a teljes arisztotelészi logika felborul. És hogyha erről beszélünk, akkor már nagyon-nagyon nehéz meghatározni azt, hogyha tudunk valamit, akkor az vajon állandó lesz-e. Hogyha haladunk előre az időben, és mondjuk megnézzük a skolasztikus ontológiai istenfejtegetést, Canterbury Szent Anselmus, Aquinoi Szent Tamás, utána-utána beszélünk mondjuk René Descartes-ról, akkor azt látjuk, hogy csupán emberi logikával megpróbálják leírni Isten létének a szükségszerűségét, de hogyha utána nézzük Immanuel Kant tiszteis kritikájának az elképesztően jó fejtegetéseit, hogy miért is helytelen az emberi logika, miért nem lehet bebizonyítani vagy cáfolni Isten létezését, a transzcendens létezését, akkor eljutunk arra a pontra, hogy a szientizmus, tehát csak a természettudományos, az arisztotelészi logika alapján lévő szemlélődés egyszerűen nem állja meg a helyét. A valóságunk értelmezésében sem. Ha pedig mondjuk a platóni ideákról beszélünk, időtlen dolgokról, amiket fel sem bírunk fogni, amik túlállnak rajtunk, és most direkt nem akarok beszélni egyébként Istenről, vagy nem akarok beszélni semmiféle olyan képről, ami azt mondaná, hogy egy antropomorf személy van fölöttünk, aki úgy viselkedik, mint mi, olyan, mint mi, és mindenki fölött uralkodik. Azért nem akarok erről beszélni, mert ha csupán filozófiailag végig gondoljuk,
és megnézzük, átrágjuk gyakorlatilag azokat a logikai bukfenceket, és azokat a logikai anomáliákat, amik mentén értelmezik a világot, akkor már nem tűnik ennyire egyértelműnek semmi. És én egyetértek Immanuel Kanttal abban, hogy nem lehet bebizonyítani egy transzcendens létét vagy nem létét. Javaslom nektek is egyébként, hogy ha érdekel titeket, akkor nézzetek ennek utána, és kezdjétek el kutatni ebben a témában. Ne adj Isten, nézzétek mondjuk a harmadik kör videókat, mert terveim szerint szeretnék egy ilyen videósorozatot is publikálni majd. Szóval nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy mindent tudunk. Azt tudjuk, hogy nem tudunk mindent. Sőt, még az adekvációt sem tudjuk definiálni. Tehát egy adott információ, ahogy belekerül a puzzle-ünkbe, maga a puzzle sem felel meg a valóságnak. Tehát itt paradigmikus problémákról van szó, az egész információ alapját jelentő problémákról van szó. Mi itt létezünk emberekként ebben a világban, próbálunk a saját logikánkkal előrébb jutni, meg definiálgatni a világunkat. Maga a definíció etimológiailag is azt jelenti, hogy egy végtelent végessé tenni azért, hogy tudjuk értelmezni, viszont azt nem bírjuk felfogni, hogy a mi logikánk fölött áll valami. Vagyis el tudunk ide jutni, de valamiért nem tudjuk elfogadni. Nem tudjuk valamiért elfogadni azt, hogy nem tudunk mindent megérteni. És hogyha beszélünk itt ateizmusról, ahol csak az immanens valóságunk materialista elképzelésében hiszünk, akkor annak mondjuk teljesen jó táptalaja az arisztotelészi logika. Csak hogyha ezen tovább jutunk, akkor eljutunk Immanuel Kantig és a tiszta jössz kritikájáig, ahol mondjuk ezeket a logikai bukfenceket fejtegeti, amiket előtte a skolasztikus ontológiában, vagy amiről azelőtt Arisztotelész említett három logikai érve szólt. Ez most egy picit hosszúra nyúlt. Igazándiból azért hoztam ezt föl, hogy megértsétek, hogy engem miért is érdekelnek a vallások, miért is érdekel az egész teológia, és miért gondolom azt, hogy filozófiai megközelítésből érdemes, de pusztán filozófiai megközelítésből nem lehet megmagyarázni a transzcendenst. Akartam, hogy tudjátok, hogy a definiálás, a definíció az miért egy logikai zsákutca, illetve hogy miért nincs értelme csak a természettudományoknak hinni, a természettudományok arisztotelészi logikájával leírt egyenletekben hinni csupán az alapján élni az életünket, a szientizmus az ilyen módon megbukott. És nem kell nagyon sokat gondolkodni azon, hogy ezekre, most ez többszörös szóismétlés, de hogy ezekre a logikai bukfencekre így rá tudjuk mutatni. Én nem hiszem azt, hogy egyedül vagyunk, viszont van egy nagyon-nagyon érdekes teológiai terminus, ez egészen pontosan a szoteriológia disziplinája, azt hiszem ez egy disziplina, egy altudományág. Szoter az megváltást jelent görögül, és a szoteriológia gyakorlatilag a megváltást annal foglalkozik. Akár hány vallást tanulmányoztam át eddig, nem találtam olyan szemét, még csak hasonlót sem, mint Jézus Krisztus. Tehát azt kell mondanom nektek, hogy nem kérem azt, hogy hallgassatok rám, sőt, azt kérem, hogy nézzetek utána mindennek. Legyetek olyanok, mint Szókratész, és filozófiai értelemben legyetek kritikus szemlélődők. Kérdezzetek rá arra, hogy az, amit tudok, az megfelel-e a valóságnak. Egyáltalán mi az a valóság? Próbáljátok ezt az egész puzzle képet újra rendezni. Higgyétek el, hogy nem fogjátok megbánni. Az az egy jelentheti a problémát, és ez egy nagy veszély, hogyha nem hiteles információt hallotok, és azt építitek be, esetleg az egész paradigmátok nem hiteles információkból van kikövezve, az nagyon nagy baj. Tehát, hogyha valaki ilyen szinten belemerül mondjuk a posványos mocsárba, vagy nem tudom, hogy pontosan most ezt hogy fogalmazzam el, akkor nagyon-nagyon nehéz onnan kikerülni. Hogyha az egész paradigmája rossz, és folyamatosan építkezik erre. De nem szeretném ezt még jobban túlmagyarázni. Nézzetek harmadik űrvideókat, itt leszek veletek a későbbiekben, és megpróbálok több videót készíteni. Írjátok meg, hogy mi volt a véleményetek erről a témáról, amit most kifejtettem, illetve legyetek itt velem a későbbiekben is. Sziasztok, és szép napot!